Üdvözlök mindenkit! Ha már horror játékoknál tartunk, akkor íme egy újabb, méghozzá az Among the Sleep nevű játék, aminek most jelent meg a demója Steamen, ingyen letölthető. És igen, jól látjátok, itt egy kisbabával vagyunk. Tehát nem csás, nem ámítás, egy kisbabával vagyunk. És... fel lehet kelni két lábra, és lehet így totyogni. Hát, tök jó. Ó, lehet hajolni is. És lehet futni. Tárgyakat lehet mozgatni így az egérre, hogyha megfogod őket. És akkor így lehet mozgatni. Na, elvileg ez egy horror játék. Hogyan megy? Nos, itt a történetet az elején láttuk, hogy elrabolták a macinkat. Tudjátok, mire emlékeztet engem? Ez a Paranormal Activity-re emlékeztet. És ugye az a furcsa, vagyis hát az érdekes ebben a horror játékban, hogy itt igazából egy csecsemővel vagyunk, aki igazából semmitől nem fél, mivel még a gyerek igazából annyira nem. Tehát, hogy nincs mitől félnie, érted? Tehát gyerekként több mindent megmertél csinálni, mint így, ha már belegondolsz, hogy hú, izé. Tehát, na, vagy valami ilyesmi, nem? Ha, tök jó, na ilyen a beállítások. Nem is néztem. Nyomsz egy eszket, és akkor tőle ki ide rakja a kezét. Na, kicsit meg kéne állítanom, akkor már kicsit vissza felhúzni, mert alig látok valamit. Na. Hát így már nem olyan élvezhető, de valamivel jobb lett. Mivel lámpa nincsen, ugye ez itt egy kisbaba, nem pedig egy felnőtt. És fel is lehet ám mászni mindenféle platformra. Tehát hasonló olyan, mint a Daylight-ban. Itt is lehet, de milyen érdekesen van megcsinálva, mi? Látom, nem mindenhova lehet felmászni, oda például nem. De ide, meg simán fel lehet mászni. Tök jó. Szerintem itt az lesz, hogy... Á, megvan. Megvan, mit kell majd csinálni. Szerintem azt kell csinálni, hogy a széket oda kell tolni. Lehet, hogy ez csak egyszerű horror játék, hanem itt is kell valami szinten gondolkodni majd. És akkor felmászunk, és így. Áh, ez az! Ugye? Milyen érdekes. Nos, meg kell keresnünk a macinkat. A fény, a grafika úgy jó szerintem, baromi jó. Milyen érdekes egy kisbaba szemével látni a világot, mi? Na, nyissuk ki, mi van benne, mi van benne, mi van benne? Mi? Thank you. Something's... Micsoda? Not right. We need to find your mother. Micsoda, a mackó beszél? Mi van? Mi a fene ez? Azta. Hát ez érdekesebb, mint gondoltam. És ott van rajtunk a maci, figyeld. Nem beteg, ott van az árnyékban látni, ott a, ott a maci.
Hát, mivel ez nyílott ki, ezért én erre fogok menni. De hogy elkerüljük a csapdát, van egy ötletem. Legurítom ezt a labdát ott. Hoppá! Mentés a jobb első sarokba, jobb alsó sarokba. Csak villámlott. Mi a fene folyik itt? Jó, becsuktam. El lehet bújni ide. Félek. Na, sajnos nem mindenhova látok bele. El kell érni itt is a... Na, el fogjuk érni azt az ajtót. Ott bent tuti lesz valami. Na, ez mi a fene volt már? Megijedtem a magát a mozgatók, mint a tárgya. Jaj.
Aha, mackót lehet használni világító testként. Milyen érdekes. De akkor ilyenkor nem lehet futni amúgy. Mi a fene? Aha, így fel lehet mászni magasabb szintre is. Na, tök jó, milyen magasra felmásztam. Ide már nem lehet. Ja, ide már nem lehet felmászni, de most hogyan menjek vissza le? Ja. Na, macit elő. Szerintem. Á, ez a megoldás. Tehát az a megoldás, hogy szépen felmászunk oda. Hiha, hiha. Á, ott az anyuka. Őt kell megkeresni. Megtaláltuk, megtaláltuk. Megyek is oda, hogy... Mi? Mi a fene? Bazd meg, mi az Isten volt ez? Megyek a hang után. Hát ez meg mi a fene? Hát ez meg mi egy alternatív világ? Bazd, milyen hely ez már?
Fú, Gönca. Na, tehát ez a vége a demónak. Érdekes egy játék lesz. Én tudja, hogy ezt azért meg fogom nézni, hogy mi lesz benne továbbra. Szerintem ez egy érdekes játék. Tehát ezt mindenképpen ki kell próbálnom. A teljes verziót is. Tehát még egyelőre csak előre lehet rendelni, aztán, hogy még csak jön, tehát még nem is lehet megvenni. Hát kíváncsi leszek rá, hogy mi lesz a folytatás. De ez tényleg újdonság, tehát hogy csecsemővel kell menni, ez azért kicsit újdonság tényleg, tehát nem az a szokásos emberrel vagyok, és akkor világítok, hanem ez, na, kíváncsi ezek rá, na, jó lesz ez, jó. Na, köszi a figyelmet, sziasztok!